Februártól indulhat a pályázati dömping, a kisvállalkozások jutnak az EU-s pénzek 60%-ához. Szakmai kiállítást és konferenciát rendezett a műszaki kar, a Pollák Expón adták át a Breuer Marcell díjat is. Három család már megkapta a pelenka adományt, a katolikus Caritas a családsegítőkkel közösen kutatta fel a rászorulókat. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pécs TV híradóját látják február 26-án csütörtökön, tartsanak velünk! Csütörtök reggel 6 órától teljes, határozatlan idejű sztrájkba kezdett a Pikszeged ZRT Siklósi úti üzemének mintegy 200 dolgozója. A pécsi üzem teljesen leállt. 5,5 órás sztrájk után befejezték a munkabeszüntetést, és újra elkezdtek dolgozni az üzemben, miután a szakszervezet megállapodott a vállalat vezérigazgatójával. Mindenről a munkabeszüntetést meghirdető élelmezésipari munkavállalók független szakszervezetének és a Liga szakszervezeteknek képviselői jelentették be csütörtök délután a pécsi üzem előtt. Az EMFS tárgyaló delegációja és a munkáltató kidolgozta a konfliktust lezáró megállapodás részleteit, amelynek értelmében a pécsi üzemben foglalkoztatott minden fizikai dolgozó részére február, március és április hónapra a cég havi 10 000 forint értékű juttatást utalvány formájában biztosít. Megállapodás született arról, hogy a bérrendszer továbbfejlesztésére, a bérek emelésére, a teljesítmény meghatározására vonatkozó május 1-től hatályba lépő új bérrendszer bevezetésével kapcsolatos tárgyalásokat rövid időn belül lefolytatják. Emellett azt is vállalta a munkáltató, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy a létszám problémát megoldja. A pécsi közgyűlésben is téma volt a bankbotrány. Az LMP-s képviselő Keresztes László Lóránd napi rend előtti hozzászólásában kérdezte Páva Zsoltot, Pécs polgármesterét arról, hogy mit tud tenni a város a kialakult helyzetben. Páva Zsolt elmondta, egyeztettek a lakásszövetkezet vezetőivel, és arra jutottak, hogy a város tulajdonában lévő szolgáltatók a lehetőségek szerint 3 hónapig moratóriumot hirdetnek a DRB számlával rendelkezők számára. Óriási a káosz egyébként Siklós környékén, de Pécsett is nagy a felháborodás, mert a jegybank azonnali hatállyal felfüggesztette a Budakest Brokerház működési engedélyét. Az eljárás ugyanis a tulajdonosi kör miatt érinti a DRB bankot és annak 3 pécsi fiókját is és több baranyai irodáját is. Az ügyfelek fejenként összesen 60 000 forintot vehetnek fel számláikról a következő időszakban, és ez a megkötés akár 3 hónapok is érvényben lehet. Nem működik a kártyás fizetés, nincs netbank, nem lehet automatából pénzt felvenni, és zárva van az összes DRB fiók Pécsett. Hamarosan beindulhat a pályázati dömping. Február végén, március elején írják ki az uniós támogatásokra a pályázatokat. A kormányzat betartotta ígéretét, mert a pénzek 60%-a valóban a kis- és középvállalkozások fejlesztését segíti, mondja az iparkamara osztályvezetője. Hazánk 2020-ig 8 000 milliárd forintnyi támogatáshoz juthat az EU költségvetéséből. H2020-nak a keretösszeg az eléri a közel 80 milliárd eurót. Tehát ez egy óriási fejlesztési forrás, ugye 2014 és 2020 között áll rendelkezésre. A GINOP 2700 milliárd forinttal rendelkezik, ez 60%-a teljes 4000 milliárd forintnyi uniós támogatási keretnek. Tehát a kormány tartotta azt az ígéretét, hogy az új ciklusban, az új fejlesztési ciklusban a támogatások 60%-át azt vállalkozás fejlesztésre fogja fordítani. Úgyhogy amint elindulnak a GINOP pályázatok, akkor feltehetőleg a vállalkozó érdeklődés is óriási lesz. A klasszikus pályázatok mellett megjelennek ezek az új innovatív pályázatok, és a kulcs szó az az újraiparosítás, iparosítás, illetve a foglalkoztatási helyzetnek a javítása és bővítése. A hallgatók gyakorlati képzését érintő megállapodást kötött január végén a Pécsi Tudományegyetem természettudományi kara és 14 sportszervezet, köztük a fogyatékkal élők Baranya megyei sportszövetsége. A határozatlan időre szóló együttműködésnek köszönhetően az egyetem sportszervezőnek tanuló mintegy 200 diákja Somogy és Baranya megyei sportszervezeteknél töltheti szakmai gyakorlatát. A megállapodás az egyetem és a sportszervezetek bizalmi viszonyára épül, és minden szereplő számára előnyökkel jár.
A gyakorlati képzés során a diákok tapasztalatot szereznek, az egyesületek működését pedig az idősebbek mellett fiatal, kreatív munkaerő segíti. Ezen túl még több egyetemista segít tehát majd a mérkőzések, tornák, valamint diákolimpiai és szakági bajnokságok lebonyolításában. A fogyatékkal élők Baranya megyei sportszövetségének rendezvényein jelenleg 4 hallgató dolgozik. Vendégem a stúdióban Bognár Miklós, a fogyatékkal élők Baranya megyei sportszövetségének elnöke. Üdvözlöm. Üdvözlöm Pécs névén nézőit. Mik azok a legfontosabb jogszabályváltozások, amik a fogyatékkal élők szervezeteit érintik? Így a pályázatok kapcsán, stb. 2012-ben kellett megújítanunk az alapszabályt. Egyrészt a civil szférának megfelelően, másrészt pedig az új sporttörvények kapcsán. Gyakorlatilag a fogyatékkal élők Baranya megyei szövetsége az egyesületek egyesülése, mert ugye a szövetség csak az országos szövetség lehet. Ez az egyik ilyen nagy jogszabály. A másik oldalon pedig ugyanúgy vagyunk elbírálva, mint bármelyik civil szervezet. A Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége, mint a megyei szövetségnek a felsőbb szerve, gyakorlatilag a diáksportra élezte ki a költségvetését, ahol a tanulásban akadályozottak, illetve az értelmileg akadályozottak általános iskoláinak a sportversenyéről szól a történet, illetve a finanszírozás. A megyei szövetség elnöksége természetesen önálló döntéseket hozhat, mint önálló civil szervezet, de a finanszírozási kereteket meg kell oldani a felnőtt és a szakiskolás fiatalok kapcsán. A dolognak az a lényege, hogy nem kell különösebb probléma ezzel nincsen, csak az elszámolásoknál kell odafigyelni arra, hogy és a létszám adatoknál, hogy mondjuk egy nyílt versenyen ott vagyunk 150-en, de lehet, hogy ebből csak 70-et fogok lejelenteni, mert hogy annyi volt csak a tanulásban akadályozott, illetve az értelmileg akadályozott fiatal egy adott versenyen. A másik a szakiskolások nagy tábora. Ugye a 14 és 20 év között, vagy 18 év közötti gyerekek elég nagy létszámmal vannak a szakiskolában, de ezeket nem szabadna elengedni a kezüket, hanem szeretnénk, hogyha tovább tudnának menni, akármelyik normál sportegyesületbe, ahol tovább tudják folytatni a versenyeket. Mondok egy példát, és miért is lenne jó? Ha az én valamikor 10-12 évvel ezelőtti tanítványom, a Török Tomi, aki a Spár maratonon az első 40-ben benne van, tanulásban akadályozott fiatal, az most ugye 18-19 éves. Milyen jó lenne, hogyha a Baranya megyei atlétikai szövetség hosszú távon tudná indítani akár fél vagy egész maratonon. Mert ő egész maratont futott a Spár maratonon. De ez más sportágokra is vonatkozik. Nagyon jól csinálják, és csinálják felnőtt korba is. Benne lehet az első 40, első 50-be is, vagy még jobb eredményekre. Ha egy jó edzőt kifog, akivel tud dolgozni, akkor még jobb eredményeket tud elérni. A másik ilyen, ami jogszabály dolog, vagy változás, az a civil törvény alapján, amikor azt mondja, hogy nem kell bennünket külön kezelni, és ez igaz is. Ugyanúgy kezelnek bennünket, ugyanolyan civil szervezet vagyunk, mint más civil szervezetek. Ez mit jelent esetleg a pályázatok szempontjából? Írjunk jó pályázatot, és ha nyerünk, akkor milyen a pénz. Tehát itt azért, de nincs külön elbírálás, mint ami nincs, eddig nincs, volt. Nincs, hanem azt mondja, hogy jó a pályázat, a cél is megfelelő, ennyit pályáztatok, ennyit nyertetek. És akkor a megfelelő időben elszámolunk vele. A másik dolog, hogy azt mindenki tudja Pécs városában, hogy a megye, illetve a város a sportpénzeket, illetve sportirányítást a PSN ZRT felé kiszervezte. Világos, hogy akkor a sport ZRT-n keresztül kapunk bizonyos forrásokat, kedvezményeket.
Ma már egy szervezet sem tud úgy működni, hogy hogy ne használja ki azt az infrastruktúrát, amit a megyébe vagy a városba fel lehet lelni. Akkor azt csináljuk, hogy kössünk együttműködési megállapodásra a labdarúgókkal, az atlétákkal, a PSN ZRT-vel, és az egyik legnagyobb szervezettel, mondjuk a PTE Sporttudományi Intézetével. Nagyon jó. Jönnek a fiatalok, mi megtanítjuk őket, nézzenek rá a mi területünkre, tartsak egy előadást a fogyatékos sportról, vagy egyáltalán fogyatékosságokról. Nagyon szívesen működik. Ingyen kapjuk a pályát, ingyen jönnek a gyerekek, és dolgoznak keményen, önként és dalolva. Én meg írom alá nekik, hogy a 18 órájukat vagy az 50 órát teljesítették. Kis dolgozatokat csinálnak, a területet felmérik. Tehát okos célokat, okos feladatokkal lehet ezeket inspirálni. Hát körülbelül ennyi. Köszönöm szépen Bognár Miklósnak, hogy ezt megosztotta velünk. Szívesen. Kilencedik alkalommal rendezi meg a Pécsi Tudományegyetem Pollák Mihály Műszaki és Informatikai Kara a kétnapos Pollák Expo szakmai kiállítást és konferenciát az Expo Centerben. Kísérő rendezvényként laptop összeszerelési és robotprogramozási versenyt is tartottak. A rendezvényen átadták Pécsváros díját, a Breuer Marcel díjat. Breuer Marcel díjat adományozott Pécs megyejogúváros önkormányzatának közgyűlése kimagasló építőmérnöki oktatói szakmai tevékenységért, példamutató munkássága elismeréseként Kitka Péternek. A díjazott okleveles szerkezetépítőmérnök, a Pécsi Tudományegyetem Pollák Mihály Műszaki és Informatikai Kar építés-kivitelezési tanszékének docense, a Magyar Dokazsaru Technika Kft. Tanácsadó mérnöke. Jó nevet adtak neki, Breuer Marcelet, egy nagyon híres és neves elődünk, és hát büszkén vallom ezt a díjat, és birtoklom. De hát a korábbi műszaki díjakat, akik megkapták, azok olyan kvalitások, hogy ebbe a körbe tartozni, az már önmagában is dicsőség. A Pollák Expo az építő, villamosipar, gépészet, építészet, környezetvédelem és informatika területét átfogó szakkiállítás minden évben igyekszik megismertetni a nagyközönséget a legújabb ipari fejlesztésekkel. A szakmai találkozó a régióra koncentrál, hiszen ez a beiskolázási körzete is. És ez mondható el azokról a cégekről is, akik nagyrészt a régióban, Baranyában és Pécsben vannak, itt is működnek, természetesen egyik-másiknak van országos vagy akár nemzetközi kitekintése is. Ez egy következő cél lehet akár a 10. Pollák Expóra, hogy kiterjesszük egyfajta régiós, a környező EU-s országok klasztereinek, szakmai szervezeteinek, iparkamaráinak, szakmai kamaráinak a bevonása. Ez egy már korábban felvetett ötlet, ez egy további fejlesztése lehet a Pollák Expónak. Többek között laptop összeszerelési versenyt és robotprogramozási versenyt is tartottak. A csapatoknak minél rövidebb idő alatt kellett egy teljesen szétbontott laptopot összeszerelni úgy, hogy az végül bekapcsolható és működőképes legyen. A kétnapos rendezvényen állásbőrze is volt. Gyermekkorban indul a harc a felnőttkori elhízás és társult betegségei ellen. A hatékony megelőzés csak kisgyermekkorban valósítható meg. Később már csak a betegségek kezelésére van mód. Igyekeznek felhívni a közvélemény figyelmét azok a szakmai szervezetek, amelyek összefogásával elindult a mintaprogram a Pécsi Tudományegyetemen. A cél, hogy helyes kisgyermekkori táplálkozással, prevencióval előzzék meg a felnőttkori elhízást és az ezzel járó betegségeket. Ma Magyarországon a legsúlyosabb népegészségügyi probléma az allergia és az elhízás, és az ennek következményeképpen kialakuló civilizációs betegségek, mint a szív- és érrendszeri betegségek vagy a cukorbetegség. Ezért elindítanak Pécsett egy kisgyermekekre fókuszáló prevenciós mintaprojektet, melynek módszertanát és tapasztalatait szakmai konzultáció keretében osztják meg az illetékes kormányzati és döntéshozó szervezetekkel is. A mintaprogramban az ismert eredmények felhasználásával, az érintett korosztály részvételével a gyakorlatban is kidolgozzák és működtetik a civilizációs betegségek megelőzésére használható programot.
Már osztja a pelenka adományokat a katolikus Caritas. A pécsi egyházmegyében 22 rászoruló család kap fél évre elegendő pelenkát két kisgyermek részére. Csütörtökön az Ifjúságért Egyesület pécsbányai lakóotthonában élő három családot ajándékozták meg. A Magyar Katolikus Caritas az egyik drogéria lánccal közösen 4 éve indította el az Együtt a babákért kampányt, amelynek célja a nehéz körülmények között élő családok és gyermekeik támogatása. Idén is 260 családnak segítenek fél évre elegendő pelenkával. A pécsi egyházmegyei Katolikus Caritas a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, valamint a védőnői szolgálat segítségével kutatta fel a rászoruló családokat. Munkatársaink, kollégáink családsegítő védőnői szolgálaton keresztül kutattuk föl a sok-sok rászoruló közül talán azt, aki a legrászorultabb. Ez nyilván nagyon nehéz feladat, hiszen nagyon-nagyon sok embernek lenne erre szüksége, erre az adományra, de így tettünk egy ilyen sok-sok kört, és megtaláltunk olyan családokat konkrétan ebben az otthonban is, akiknek erre az adományra nagy szükségük van. Az Ifjúságért Egyesület évek óta jó kapcsolatot ápol a pécsi egyházmegyei Katolikus Caritasszal. A katolikus segélyszervezet ruha, élelmiszer és gyermekjáték adományokat visz rendszeresen az Egyesület két intézményébe. A pécsbányai 40 fős lakóotthonban jelenleg 11 kisgyermekes rászoruló család él. A Caritasszal már több éves kapcsolatunk van, többször folyamodtunk oda támogatásért, akár élelmiszer, akár ruha, bármi olyan jellegű dolog, amit mi a családoknak nem tudunk, mint materiális juttatás megadni. És most a Caritas felől jött a megkeresés, hogy olyan családok kaphatnak lehetőséget, akik rászorulók, két gyermekük van legalább, akik pelenkásak, vagy ebben az életkorban vannak, ami így nekünk nagyon jókor jött, tehát nem elsősorban nekünk, hanem a családjainknak, mert úgy majdnem minden család rászorulna ilyen jellegű támogatásra. Baranya és Tolna megyében összesen további 19 rászoruló, két kisgyermekes család kap fél évre elegendő pelenkát. Az akció keretében a pécsi csoport, az édesanyja nélkül maradt Mágocsi Ikrek, Rafael Blanka és Rafael Noé családjának is segítséget nyújt. Híradónk végén főbb híreink még egyszer, röviden. Februártól indulhat a pályázati dömping, a kisvállalkozások jutnak az EU-s pénzek 60%-ához. Szakmai kiállítást és konferenciát rendezett a műszaki kar, a Pollák Expón adták át a Breuer Marcel díjat is. Három család már megkapta a pelenka adományt, a Katolikus Caritas a családsegítőkkel közösen kutatta fel a rászorulókat. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!